Szeretettel üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek. A meghívás a Menza Hungarika Egyesület kapcsán talált rám. Én Kovács Katalin vagyok, a Menza Egyesület elnöke immár másfél éve. Az Egyesület az jövőre ünnepli a fennállásának 30. évfordulóját, és jelenleg 4500 tagot számlál. Amikor magamról és a Menzáról beszélek, és tudom, hogy a hallgatóság tisztában van vele, hogy nem az intézményi közétkeztetésről lesz szó, akkor óhatatlanul felmerül bennem az igényesség és az elvárás saját magam iránt, hogy hát nem elég intelligensnek lenni, hanem annak is kell látszani. Mentálisan illik formában lennem, nem szabad összekevernem vagy összetévesztenem dolgokat, nem szabad bármire is rosszul emlékeznem, és különösen nem szabad butaságot mondanom, mert a végén még felmerül a kérdés, hogy vettem a teszteredményt, vagy tombolán nyertem. Ráadásul az elnökökkel kapcsolatban gyakran megfogalmazódik az a feltevés is, hogy ha már ő a szervezet elnöke, akkor bizonyosan ő a legintelligensebb a szervezeten belül, ami bár valóban jól esik és legyezgeti az ember hiúságát, hát a helyzet az nem ez, ahogy mondjuk a diabétesz társaság elnöke sem abból lesz, akinek a legmagasabb a vércukra. Hogy ilyen kritériumink tehát nincsenek, ahogy nem vagyunk zsenik sem, bár való igaz, hogy vannak közöttünk különleges képességekkel rendelkező tagtársak, de hogyha elfogadjuk, hogy zseni az, aki új módszerekkel új műfajokat alkot, zsenik azok, akik a semmiből egy új, más világot teremtenek, mint Bolyai János, vagy Nikola Tesla például, akkor azt látjuk, hogy zsenik azért nem születnek minden nap, és hogy ki volt zseni, azt leginkább az utókor szokta eldönteni. Na de hát akkor mégis miért jó nekem, hogy tudom magamról, hogy magas az IQ? Mert hiszen mindannyian megírtuk valamiért azt a tesztet, fogadásból, vagy presztízs kérdésből, vagy a közösséghez tartozás vágyából, vagy akár mint én magam is, egyszerűen kíváncsiságból. Az intelligencia csak egy tulajdonság. Hogy egy analógiával éljek, nem sebesség, csak lóerő. Attól, hogy valaki intelligens, még nem lesz bölcsebb, nem lesz tisztességesebb, nem lesz humánusabb, nem lesz jobb ember. Még csak műveltebb sem lesz, de a műveltség az legalább olyas valami, ami némileg korrelál az IQ-val. Viszont sok más tulajdonságunktól eltérően az IQ mérhető. És mint minden tulajdonságunkat, nem árt ismernünk ahhoz, hogy a hasznunkra tudjuk fordítani. És ha már egyszer megírtam azt a tesztet és sikerült, az valóban ad egyfajta tartást, mert hogyha már egyszer összeraktam, kibogoztam, megfejtettem, akkor nagyobb magabiztossággal állok a következő kihívás elé is, és addig gondolkodom a problémán, amíg meg nem találom a megoldást. Szóval erre biztos, hogy jó, de még hogyha nem is sikerül a teszt, akkor is megtudhatunk valamit magunkról, talán valami nagyon fontosat. Hogy a saját példámmal éljek, én nagyon jó tanuló voltam az iskolában, de mindemellett hát egy kicsit olyan, hogy is mondjam, furcsa. És én nagyon örülök annak, hogy én 25-30 évvel ezelőtt vidéken lehettem gyerek, mert attól tartok, hogyha egy kicsit később is máshová születek, akkor nagyon könnyen hiperaktívnak vagy figyelemzavarosnak diagnosztizáltak volna. Nem voltam én egyébként úgy kimondottan neveletlen vagy szófogadatlan, csak hát így visszanézve nagyon sokat unatkoztam. A tankönyveimet rendszeresen elolvastam augusztus végén, ahogy átvettem őket, és úgy egyébként is gyorsan oldottam meg feladatokat, gyorsan megtanultam a szövegeket, verseket, és hát az óra hátralévő részében próbáltam kulturáltan szórakozni, meg szórakoztatni a pattársamat, hogyha volt, és már nem ültettek eleve külön. Szóvicceket gyártottam, átköltöttem a versek szövegét, papírrepülőt hajtogattam, megcsináltam a munkafüzetnek a megoldásait előre. Hát így. Szóval nem mondhattam volna, hogy kimondottan jó magaviseletű gyereknek számítottam,
És ugye tettem mindezt az első padba a tanáraim óra előtt, mert hogy praktikus okokból oda ültettek, ugyanis már akkor sem voltam bántóan magas. Szóval azt mindig éreztem, hogy valami valahol nem stimmel velem kapcsolatban, de nem tudtam neki nevet adni, hogy pontosan mi is ez. Nem értettem például, hogy miért szólnak rám állandóan amiatt, hogy hadarok. Vagy hogy miért van az, hogy a moziban, a filmeken én nevetek fel először a poénokon. Vagy hogy miért van az, hogy a tanáraim annyira alaposan és gondosan és részletesen elmagyaráznak mindent. Hát én már értettem. Hogyha valamilyen rendezvényre készültünk, akkor a többi gyereknek a szövegét is tudtam mindig a saját magamén kívül, és amit egyszer megtanultam szó szerint, azt nem felejtettem el többet. Az évek során annyival javult a helyzet, hogy megtanultam ezeket a képességeimet a saját javamra fordítani, és fegyelmezetten beosztani a saját erőforrásaimat, ami a gimnáziumi évek alatt különösen jól jött, mivel hogy arra optimalizáltam, hogy a tanulás az minél kevésbé vegye el a energiát és az időt a számomra fontosabb dolgoktól. Nyilvánvalóan az én érdeklődésemnek is kimeríthetetlen forrását jelentették a kortársaim és persze saját magam. Ráadásul a 2000-es évek elején az internet terjedésével mindez olyan volt, mint egy kultúrsok. Úgyhogy az elmúlt 20 évben már unatkozásról szó sincs, bár mondjuk részemről igény az volna rá. De a következő nagy kihívást az jelentette, hogy muszáj volt, vagy legalábbis muszáj lett volna pályát választani, orientálódni valami felé. Legalább azt eldönteni, hogy most humán vagy reál irányultságú vagyok-e, mert ugye tudjuk, kétféle ember van, aki kategorizál és aki nem. És aztán az egyetemi évek alatt én töretlenül reménykedtem abban, hogy ezt majd sikerül eldönteni, vagy valahogy kialakul. Diplomákat szereztem, aztán rájöttem arra, hogy engem menthetetlenül annyi minden érdekel a nemzetközi gazdasági jogon át, a játékelméleteken keresztül, a bioetikáig, meg az egészségügyi adatelemzésig, hogy a körülöttem lévő világ túlságosan érdekes ahhoz, hogy egy bizonyos területére fókuszáljak. Hogy én nem tudok pályát választani. Nagyon szeretem a mostani munkámat, és úgy érzem, hogy a tudásom legjavát adva teljes erőbedobással tudom végezni, de még mindig nem döntöttem el, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Szóval szerintem eddig semmi extra. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismertek hasonló életutat bejárt embert, vagy netán ti magatok jártok ugyanebben a cipőben. Viszont amikor elkezdtem sejteni, hogy mindez összefügghet az intelligenciával, és 10 évvel ezelőtt, 25 évesen sikeresen megírtam a Mensa tesztjét, és beléptem a szervezetbe, akkor volt egy olyan érzésem, hogy hát én most hazaérkeztem. Nagyon megnyugtató volt azzal szembesülni, hogy mások hajszál pontosan ugyanezekkel a kihívásokkal vagy problémákkal találkoztak az életük során, és nagyon jó volt látni azt is, hogy vannak emberek, akik ugyanúgy szeretnek mindenből feladványt csinálni, mindent játszani, amit csak lehet, társas játékozni, vagy például jó humorral áldotta, vagy verte meg őket a Jóisten is, szeretnek például szóvicceket gyártani. Szóvicc haladóknak. A helyiségbe szabad kutyát behozni, de jelezzétek kérlek, ha ebben gondolkodtok. És bár mindenki másképp egyforma, van valami, ami mégis közös tulajdonságnak bizonyult, és ez a kíváncsiság. A körülöttünk lévő világ vagy különösen bátraknak a saját magunk feltárásának és megismerésének az igénye. Aki nyitott az új ötletekre, aki hajlandó megkérdőjelezni a status quót, aki nem fogadja el a közléseket, hanem kész egy egészséges szkepticizmussal állni a dolgokhoz, az nagyobb eséllyel tudja a körülöttünk lévő világot felfedezni és alkalmazkodni annak a változásaihoz. Stephen Hawking fizikus megfogalmazása szerint az intelligencia az éppen ez, a változásokhoz való alkalmazkodás képessége.
Az alkalmazkodó képes ember kevésbé fél a változásoktól, mert hatékonyabban képes megoldani a problémákat, hatékonyabban képes kezelni olyan helyzeteket, amikor nem támaszkodhat a már korábban megszerzett tudására vagy ismereteire. Ez egyfajta rögtönzés annak kapcsán, hogy hogyan tudunk a meglévő sémáinkból kiszakadni és merőben új problémákat megoldani. Például a klasszikus, hogyan teszünk be egy zsiráfot a hűtőbe. Kinyitjuk a hűtőajtót, betesszük a zsiráfot, becsukjuk a hűtőajtót. Ez a fajta gondolkodás különösen a gyerekeknél domináns egyébként, de ennek a másik oldala is igaz, hogy aki alkalmazkodó képesebb, az jobban tudja, hatékonyabban tudja a már megszerzett tudását, a már meglévő ismereteit hasznosítani. Például, mit mondok a pizzériának, amikor felhívnak, hogy nem tudják az általam megrendelt szabvány 30 cm-es pizzát leszállítani, de nagy lelkűségük jeléül ugyanannyiért pénzért küldenek nekem 2 darab 20 cm-eset. És még a széle is több lesz. Szóval, amikor azt mondom, hogy alkalmazkodnom kell a változásokhoz, akkor elfogadom, hogy folyamatos információ befogadásra és tanulásra lesz szükségem egész hátralévő életem során. Aki mentálisan és fizikailag egészséges szeretne maradni, annak nagyon jól kell ismernie és irányítania a saját erőforrásait. Fontos továbbá a lelki egészség is, hogy erős stresszben és rendkívüli körülmények között is képes legyek ellenálló lenni, anélkül, hogy tönkre mennék. Ez a reziliencia, ami fejleszthető és tanulható. És közhely, de nem lehet elégszer elmondani, hogy apró, hétköznapi dolgokkal is jobbá tehető a közérzetünk, és a saját közérzetünkön keresztül a környezetünk is. Például utána nézek, hogy valós-e, hiteles forrásból származik-e az a hír, amit olvasok, és amit később megosztok majd másokkal. Vagy tudatosan, de éppen, hogy nem csinálok valamit. Nem görgetem a hírfolyamot, nem veszem el azt a szívószálat az étteremben, vagy éppen leiratkozok egy felesleges hírlevélről. Hajlamos vagyok sokszor azt gondolni, hogy kevés az időm, kevés órából áll egy nap, pedig valójában az energia az, aminek hiány vagyok. Éppen ezért törekszem arra, hogy olyan dolgokat csináljak, amelyek több energiát adnak nekem, mint amennyit elvesznek. És a menza számomra pont ilyen, hogyha már van szerencsém vezetni, akkor igyekszem a hasznára fordítani azokat a változásokat, amelyeket elkerülni úgysem tudok. Lásd még, örülj neki, ha esik az eső, mert ha keseregsz miatta, akkor is esni fog. Az elmúlt időszak bebizonyította számunkra, hogy egy szervezet, de legalábbis egy szervezet vezetése, az annyira erős, amennyire a tagjai közösen azok. Ez nem egy újszerű gondolat, és tudás szinten eddig is megvolt, viszont most volt szerencsénk megtapasztalni is. A saját gyengeségünk rávilágított az együttműködés erejére, a szinergiára, arra, amikor egy meg egy az nem kettő, hanem legalább 2,5. Ami korábban valamiféle extra hozzáadott értékként jelentkezett a szervezetben, például a digitalizáció, az mostanra az életképességünk feltételévé vált. Ami korábban alapvető volt, hogy a személyes jelenlét az elsődleges, és az online az valamiképpen másodlagos, szükségmegoldás, addig mostanra jellemzően ekvivalensé vált a kettő. Akik megtapasztalták, hogy nagyobb földrajzi távolságokból is jelen legyenek, azok részéről most már határozottan igényként merül fel, hogy valóban jelen is lehessenek. És ez kölcsönösen igaz, nekünk, mint elnökség is nagyobb esélyünk van elmozdulni Budapestről és szélesebb körben elérhetővé válni. Attól viszont, hogy egy szervezet vagy egy közösség hozzáférhetőbb, még nem lesz automatikusan összetartóbb is. Nem arról van szó, hogy bármiben nagyobb egyetértés lenne a tagjaink között, amiben eddig nem volt, vagy kis virágok nyílnak a puskacsövekben, és akkor innentől mindenki szeret mindenkit, vagy legalábbis másokat is saját magán kívül. Változatlanul késhegyre menő viták folynak a politikáról, vagy éppen a legválságállóbb befektetési lehetőségről.
a Menza 2500 fős Facebook csoportja pusztán annyiban különbözik más hasonló Facebook csoporttól, hogy nálunk talán többen értik az iróniát és a szarkazmust, meg valamivel jobb a helyesírás. De kénytelenek voltunk belátni, hogy mint Alice-nak Csodaországban, egyre gyorsabban és gyorsabban kell futnunk ahhoz, hogy egy helyben tudjunk maradni. Az pedig váltóban könnyebben megy, mint hosszú távon egyedül. Az intelligencia szerintem így válhat értékké, és nem csak akkor, hogyha történetesen papírunk van arról, hogy mekkora. Köszönöm szépen!